Akkor most beszéljünk a szalonnázónyásról. Először egész hosszúakat csináltam, de aztán kiderült, hogy a hosszú nyásnál majdnem mindig a közepe tájékán forgatják az emberek, tehát beálltam egy rövidet azonra, és ez az, amelyik a legjobban bevált, ez a hossz. Most ennél az asztalnál ez is hosszú, ezért de ilyen rövideket csináltam magamnak. Természetesen ezzel sem vagyok kizárva a hosszú sütés lehetőségéből, mert közdarabokat lehet beiktatni, és olyan hosszúra csinálom, amilyen akarok. De a lényeg ennél az asztalnál, hogy csináltam ilyen nyástartó villákat, amit beilleszthető a felsejbe. Ezen lehet szépen forgatni a szalonnát, hogy ott éppen sütött, de megoldható az is, hogy magára hagyom ezzel a kis tartóval, és akkor időnként csak forgatok rajta, és úgy sütögetem. De az igazi praktikuma ennek a fajta nyásnak, hogy a konyhában nem kell bevinni az egész hosszú nyársat, hanem csak elég ezt a tollát, amit egy ilyen tartóba kihozok, természetesen földíszítve, kiveszem róla a földíszített nyársat, rácsavarom a nyére, aztán sütök, amit akarok. Ha befejeztem, leveszem, visszateszem ebbe a tartóba, lehet bevinni a konyhába, újra fölvíszítem. Ezt a sütőt egyébként praktikusan másra is lehet használni. Például ilyenre. Erre föl lehet passzítani a kisebb nyulat, nagyobb törpeharcsát, egészen pici tehenet. Ebbe is belemegy a nyír, ugyanúgy oda. Másik variációnál szemtekerembe teljesen lehet forgatni a tűz fölött. Még egy vendégnek is jó tartó, hogyha esetleg több ember vagyunk, négyen, meg ugye négy nyúlva van. Ő bárhova ül, mert ott talál magának helyet. Hát egyelőre ennyi. A dramaturgia szabályai szerint a most következőknek a film elején kéne szerepelnie, azonban tudom, hogy sokakat nem érdekel a költői munkásságom, sőt, számosan akadnak, akiket kifejezetten riaszt. Ha ezzel kezdem, akkor ők pont a lényeget mulasztották volna el. Még egyet, a témában a második videót később készítem el, odakint árnyékban 32 fokon, nem vagyok bolond egy tűz mellé ülni, illetve akkor sült bolond lennék. Megvárom, még egy jó kis jégeső leüti némileg a levegőt, és majd utána. De lépjük akkor tovább, itt hűvösebb van, és még egy szerverventilátor is segít. Mintha tábortűz ég, népek ülik körbe. Még lehet az este egyenes vagy görbe. Itt egy gyermek kacag, ott nagyatya böffent, pedig alig ivott, hajdan azért több ment. Emitt adomáznak, amott nóta hallik. Parás fölött lassú táncot jár a saslik. A szalonna aranycseppjeit hullatja, néhány a parázsra, de kenyérre a nagyja. János bogár módján itt-ott szikra röppen, sokak lángok táncát gyönyörködik csöndben. Évtizednyi emlék új mosolyra ébred, hajlott a derekad, nem sajgott a térded, de ami fontos volt a tűz körül mindig, mit vigyáz mind, legyen házigazda, vendég. Szalonna sütéskor legfontosabb társad. Én így használom a szalonnázó nyársat.